Az online oktatásra való átállás döcögősen indult, sok dolgot kellett helyretenni azért, hogy ez működni tudjon. A jelenléti oktatás ugyanis olyan lehetőségeket nyújt, amit meglehetősen nehéz online térbe áthelyezni. Mára a diákok és a tanárok nagy része hozzászokott az új rendszerhez. Abból a szempontból könnyű a dolgunk, hogy tavasszal már ezt meg kellett oldanunk, de azt hozzá kell tenni, hogy sokkal nehezebb a diákoknak is átadni a megfelelő tudás vagy tananyag mennyiséget, mert hogy a jelenléti oktatás olyan lehetőséget nyújt, amit az online oktatással, otthoni oktatással nem tudunk megvalósítani. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a fél év zárással kapcsolatban többnyire rendben vannak a diákok, az osztályzatokat, ahol lehet, megpróbáljuk még feljavítani, adnunk javítási lehetőséget, de azt hozzá kell tenni, hogy tényleg vannak olyan diákok, olyan tanulók, akiknek azért nehezebb ez az online oktatás, a távolból való tanulás. Nekik is igyekszünk valamilyen lehetőséget nyújtani ahhoz, hogy az a tudás, ami bennük van, és amit megszereztek, az jó jegyek formájában tudjon testet ölteni a fél év zárás előtt. Picit azért abból a szempontból nehezebb, hogy nem látjuk egymást, nem vagyunk egymás közelében, nem tudjuk megbeszélni a dolgokat olyan olajzatlan, ahogy eddig, de én azt gondolom, hogy ahogy tavasszal is kérték a minisztériumból, hogy legyünk amennyire lehet rugalmasak, megértőek, segítőkészek, szerintem ez menni fog a következőkben is. Nyilvánvalóan azért azt el kell mondani őszintén, hogy vannak olyan online osztályzatok, amik mögött az iskola nem látja, hogy milyen tudás van, hogy esetleg milyen egyéb segítséget vett igénybe a diák, de azt gondolom, hogy ebben az időszakban nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy tudjunk tovább haladni a lehető legjobban, de azért azt mindenki látja, hogy ez a fajta tanítás vagy tanulás, ez nem ér fel azzal, mint amikor minden nap az osztályok bejárnak az iskolákba. A gyakorlati oktatással kapcsolatban van egy olyan minisztériumi állásfoglalás, hogy a diákoknak ezekre az órákra be kell menni az iskolába. Ilyenkor a kötelező szabályok betartásának megfelelően kell eljárni az intézménynek és a diákoknak egyaránt. A gyakorlati oktatással kapcsolatban van egy olyan minisztériumi állásfoglalás, hogy ezekre a diákoknak a gyakorlati foglalkozásokra be kell jönniük az iskolába, és itt azokat a szabályokat kell betartani, amik minden iskolában kötelezőek, tehát kézfertőtlenítés, testhőmérsékletmérés. Mi szoktunk azoknál a termeknél, ahol gyakorlati munkát folytatnak, ózonos fertőtlenítést is végezni, rendszeresen takarítjuk, fertőtlenítjük a termeket, és azt kell, hogy mondjam, és ez valóban így is van, hogy november 11-e előtt, amíg jelenléti oktatás volt, a diákok között nem volt megbetegedés, abból fakadóan, hogy iskolába kellett jönniük, és november 11-e után az online oktatás bevezetésétől kezdődően gyakorlaton senki nem betegedett meg. Tehát tudtuk azokat a szabályokat tartani, amiket tőlünk elvártak, és a jövőben is ezt szeretnénk. Tehát ha visszajön az oktatás február elején, tételezzük föl, akkor is azt merem mondani az eddigi tapasztalatok alapján, hogy biztonságosan meg tudjuk azt szervezni, hogy a diákok a tanulmányaikat iskolában tudják folytatni. Ez nem jelent 100%-os biztonságot, mert sehol a világon azt nem lehet elérni, de ami a mi felelősségünk és feladatunk, azt eddig is igyekeztünk megtenni, és ezután is meg fogjuk tenni a diákok, meg a családok egészsége érdekében. December elején a diákoknak lehetőségük volt próbafelvételén számot adni tudásukról, ami azért is jó, mert egyfajta önellenőrzést is jelenthet az idén felvételizőknek. A honlapon lehet látni, hogy hányan nézték meg azt a felületet, ami az online felvételi előkészítőnk. Ott most már 1000 fölött van a látogatottsági szám, és más megyékből is megtalálták a honlapunkat, nem tudom, hogy hogyan, és a diákok felkészülnek azokkal az anyagokkal, amiket mi ott a rendelkezésükre bocsájtottunk. A Vajda próba az egy régi hagyomány a Vajda, akkor még gimnáziumnak nevezték, tehát a Vajda giminek, és az is az a régi szép időköz tartozó folyamat volt, hogy bejöttek a diákok, megírták ezt a próbafelvételt, aztán hazamentek. Mi most úgy tudtuk csak ezt megoldani, hogy online keretek között lehetett ezt biztosítani. Tehát volt 2-3 nap,
amikor a szaktanáraink által precízen összeállított próbafelvétel is volt, ki lehetett tölteni. Mi ezeket kijavítottuk, és készítettünk ebből egy összeállítást is, hogy milyen tapasztalataink vannak. Minden diák megkapta a kiértékelt feladatlapot, tehát úgy érzem, hogy tudtunk segíteni. És akinek még szüksége lenne arra, hogy tanuljon meg, még élesítse a tudását, azt megteheti a honlapunkon lévő tananyagok segítségével is. Tehát igyekeztünk, amit lehet ebben a kérdésben is megtenni, mert itt is van felelőssége az iskoláknak. Tehát tudomásul kell venni, hogy a felvételit most azért nehezebb lesz megírni a diákoknak, mert van egy olyan nehezebb időszak, még ha be is lehet járni az általános iskolákba, ami a diákokra is terheket ró. Idén a felvételire való jelentkezések is online térben fognak történni. Ő is online módon, tehát hogy az általános iskolák ki fogják értesíteni az osztályokat és a diákokat, hogy milyen módon zajlik ez. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan információ, amire szükség van, azt az általános iskolák megadják, és mi is a honlapunkon igyekszünk folyamatosan információkat adni, hogy mindenki minden határidőt be tudjon tartani. Az alapvető információkat már szeptember-októberben kitettük, csak azért, hogy lehessen tervezni, hogy mikor, milyen, minek van az ideje, és mit kell egy diáknak vagy egy családnak tennie, hogy a felvételi folyamatból ne csúszson ki, és mindent időben tudjon teljesíteni. Az online oktatásnak van jó és rossz, nehezebb és könnyebb oldala is. A már megszokott rendszerben fog zajlani a félévzárás és a felvételire való jelentkezés is.